néhány dolgot szabad elmondani, személyes dolgot, ami hát nagyon megütött engem, vagy sokkolon hatott rám, vagy nagy felismerés volt Arany Jánossal kapcsolatban, akkor az az, hogy milyen hihetetlen virtuóza a nyelvnek, hogy mennyire birtokában van a szavaknak, hogy milyen műveltséget tud általuk megjeleníteni. És ez a széleskörű, sok mindenre kiterjedő tudás, ami Arany János fejében volt, ő is érezte, hogy ez nem mindenki számára közkincs, amit mond, hogy nem mindig közös tudáshalmazra utal, hogy így mondjam, és ezért látta el jegyzetekkel, néha elég kiterjedt jegyzetekkel, például a Baladáit. Ugye a tengeri hántás arra a jelenetre fut ki, amikor a megidézett szereplők, a Tuba Ferkó meg a Dalos Eszti lényegében a hallgatóság fölött egy nagy lepedőn elrepülnek. És erre azt írta Arany János jegyzetként, hogy mezőn háló emberek sokszor vélnek magasan a légben felettük áthúzódó kísértetes zenét hallani, a démoni zenészek valami nagy, kiterült ponyván repülnek tova. Tehát ő is érezte, hogy talán magyarázni kell ezeket a nem mindenki számára ismert részleteket. És ami számomra a legizgalmasabb és talán legjobban érdekel az ő műveiben, és legjobban izgat, és időnként zseniálisnak, néha pedig kísértetésnek tartok, az az, hogy filmes látásmóddal nyúl a képekhez. Tehát egy nagy totálra közelít vág, hogy így mondjam. A film mondjuk társadalmi szinten való elterjedés előtt csak nem 100 évvel. Nem is tudom elképzelni, hogy hogy tudott ilyen látásmódot kifejleszteni magában, vagy így látta a világot. A képmutogatóban van például egy ilyen részlet, hogy múlik a tél, esztendő is, mulat a gróf feledő is, nappal verseny és vadászat, este keres vidámházat, hol van élénk társaság, s időt ölni felkerül ott mindenféle furcsaság, asztalírás. 56-ban vala itt ott még divatban, kisdedasztal egyik lába íróeszközt rejt magába, a körül sereglenek, azzal írnak, másvilági láthatatlan szellemek. Szép ajak mond. Gróf úr nem mer szóba állni a szellemmel. Gróf mosolygva asztalhoz nyúl, csak érinti, asztal indul. Szaladulja közt az ón, s a papírra ez van írva, ismert kézzel. Én, Verón. Bemegyünk egy társaságba, ahol szellemet idéznek, gyorsan kapunk egy kis ismeretterjesztést, ilyen népfőiskola jelleggel, hogy mi is volt ez az asztalírás, feltehetően 1700 vagy 1856-ban. És rögtön utána egy közelit kapunk, hogy szép ajak mond. Hát ilyet ma csak filmben látunk, és semmilyen más költészetben nem ismerem ezt a képkezelést, és ez lenyűgöz.